Sziasztok, kedves barátaim! Újra válaszolunk kérdésekre. A kérdés arról szól, hogyha én becsülök és tisztelek valakit, és vannak megbeszélt elvárásaink közöttünk, én teljesítem, ő nem teljesít. Jön a düh. Hogyan csináljak, hogy ne dühen reagáljak először? Itt kettő dolog van, amiről lehet beszélni. Az egyik az elvárásokról, másik a dühről. Akkor beszéljünk egy kicsit az elvárásokról. Természetesen az emberek, mikor egy kapcsolatot létrehoznak egymás között, akkor nagyon fontos megbeszélni az elvárásokat, tisztázni. Lehet mondani, hogy erre számíthatsz tőlem, erre nem számítsál tőlem, vagy visszakérdezni, erre lehet számítani tőled, számíthatok erre, vagy nem számíthatok. Meg kell tisztázni az elvárásokat. De ez nem mindig elég. Valamikor az történik, hogyha az emberek, ahogy már beszéltem, különböző szinten szoktak lenni, tudatszintek, ezért sokszor egy ember, hogyha nem beszélnek meg egymás között, és egyik ember teszi eleget valami másnak az érdekében, de a másik nem viszonoz, akkor ez az történik, hogy ember dühbe fog gurulni. Miért? Mert hamis elvárása lehet. Mert a másik ember nem gondolja, hogy most tette valami neki az első, és akkor nekem kell most valamit reagálni. Valamikor emberek nem tisztázták, és hamis elvárás lesz, valamikor tisztázták, de mégis van egy hamis elvárás, és valamikor tisztázták, és nincs hamis elvárás, de a személy, aki nem teljesíti az elvárásokat, mondhatjunk így finoman, hogy még nem érett rá, nincsen ez a tudat szinten, hogy ő érezzen belőle, hogy nekem is kell valami erőfeszítést tenni, valahogy visszafizetni, vagy megajándékozni figyelmemmel azt a szemét, aki oly sok minden nekem tesz. Hogyha mi találkozunk egy ilyen személlyel, akik nem éretek még, vagy nincsen azon a tudatszinten még, akkor vagy leülünk és beszéljünk velük, vagy csak én meg kell értsünk, hogy jó, akkor nem kell elvárni tőle semmit. Még egy nagyon fontos dolog, meg akkor is, amikor tisztázva van az elvárások, és a másik fél mindig teljesíti az elvárásokat, jobb, hogyha mi arra számítjunk, hogy bármilyen pillanatban ő abba hagyhatja az elvárások teljesítését. Szóval legjobb, hogy mi elvárjunk, de valójában nem várjunk el. Mi mindig számíthatunk, hogy mi lesz, hogyha nem teljesíti. Akkor nem lesz probléma, nem fogok dühbe gurulni. Sokszor ez egy szeretetnek is egy első ilyen gyakorlatai. Mert a szeretet arról szól, hogy ha én teszek neked valamit, nem várok el. Hogyha én elvárok valamit, mert én tettem valamit, akkor ez már nem szeretet, ez már üzlet. Így azért az anyuka, ő annyira sok mindent teszi a gyereknek, de mikor gyerek megint pelenkákat piszkítja, akkor az anyuka nem fog dühbe gurulni, hogy most megint ezt csinálsz velem állandóan, én neked mosok, főzök, takarítok, foglalkozok veled, szeretlek, mindent megadom, éjszakákat nem alszok, te állandóan piszkítodsz a pelenkákat, minden összenyálazol, összerágod, és így tovább. Nem, hanem nem is gondolja, hát egyébként persze lehet mondani, hát itt más a példa, mert gyerek nincsen ezen a szinten még. Az igaz. De a szeretet az ilyen, hogy mindegy, te viszonulsz, vagy nem viszonulsz, az én elvárásom az, hogy te legyél boldog. És hogyha én boldogra tehetek téged, az akkor boldog vagyok. Aztán te hogyan reagálsz, az nem számít. Magas, nehéz, de a szeretet ezen a szinten van. Ezért legjobb gyakorolnunk úgy, hogy mi teszünk másoknak mindent,
és ne várjunk el már a tudatunkban, már az elménkben ne várjunk el semmit tőlük. Mint a Jézus Krisztus. Ő is annyi sok mindent tette, ugye ő mindenkinek adta a szeretetét, adta az Isten tudást, Isten szeretetét, aztán fogták, keresztre feszítették. És ő nem volt dühös, mert nem várta el tőlük semmit. Ő értette, hogy igen, én adtam, én szeretem őket, ők szerencsére nem tudnak, mit tesznek, mert tudatlanok, és nincsenek ezen a szinten, ahogy beszéljünk. A tudat szint nagyon alacsony, és ezért nem volt dühös. Ez az egyik, szóval elvárások legjobb, hogyha mi nem várjunk el nagy dolgokat, és mindig készen vagyunk, hogy bármikor velem ellentétesen tudnak viselkedni, ahogy én elvárnék, és ezt el fogok fogadni, mert meg is érdemelek, mert valamikor én voltam valakivel ilyen, hogy valaki velem tiszteleteljesen viselkedett, és figyelmes volt felém, teljesítette az én elvárásaimat, de én viszont nem teljesítettem az ő elvárásait. És ezért most én bekerültem ebbe a helyzetbe, amikor én följebb emelkedtem, és már tudok teljesíteni másnak az elvárásokat, de visszahatásként most én kapok. Akkor meg kell tanulnom. Meg kell tanulnom elfogadni, meg kell tanulnom nem számítani az elvárásokra, mert csak tegyek, amit tudok. De hogyha gazember, és ott muszáj legyenek elvárások két irányba, akkor lehet, hogy ezzel az emberrel nem társulok. De hogyha erős vagyok, akkor tudok mindenkivel társulni, és mindenkinek adni. Ugye meg itt a igazi kapcsolatépítés emberekkel, ez nem oda-vissza elvárások, hogy én akarok az ő elvárásokat teljesíteni, és nekem nincs elvárásaim. Ez az igazi kapcsolat. Mert hogyha én így építek kapcsolatot veled, te építesz ugyanúgy velem, akkor tökéletes a kapcsolatunk lesz. Mert te nem vársz el tőlem semmit, én pedig minél jobban tudok, ha szeretnék neked megfelelni, és nem várok el tőled semmi, és te akarsz nekem megfelelni minél jobban. Az az egészséges kapcsolat. De mivel mi egy beteg társadalomban vagyunk, azért nehezen működik. De boldog az, aki így gyakorol. Akkor a következő, a dühről egy kicsit akartam még beszélni. A dühnek a probléma a következő. Ugye a védikus írások, mikor mesélnek a léleknek a vándorlását az anyagi világban, ugye az anyagi világ ez egy energia, és hatással van a tudattal. Először elveszi a tudását, az anyagi energia, a vidya, a smita, egy hamis felfogás fog adni, hogy én ki vagyok, hogy én test vagyok. A vidya, a smita, ember, amikor cselekszik egy ilyen tudatban, akkor karmát teremti magának, és ez a karma, ezek a szamszkárok, amit én mondtam, következő következményeket fognak hozni. Az egyik, egyféle gondolkodási típusát csinálja, úgy mondják, hogy pszichikai állapotot, pszichikai természetet. Ez azt jelenti, hogy már sokszor beszéltem róla, valakitől félek, valamitől félek, valamit szeretek, valamit gyűlölök. És az ember ez a kettő pólus között él, pozitív és a negatív között. Ennek az lesz az eredménye, hogy az embernek a tudatjába keletkezik, vagy létre fog jönni hatféle ellenség, ami boldogságtól kifosztogatja az embert. Általában az ember külsős helyeken keresi boldogságot, de valójában a boldogság az belül kell, hogy legyen, de van hat ellenség, amelyik megakadályozza. Most elmondom, mik a hat ellenségek. Kéj, düh, mohóság, illúzió, irigység és örület. Ez a hat ellenség, ami igazából zavarja minket, hogy boldogok legyünk. Irigység, düh, ugye ezek a mi ellenségeink. Van egy előadás, ahol én ezeket felsoroltam szanszkrittól, és beszéltem mindegyikről külön. Hogy lehet megszabadulni ezektől az ellenségektől? A lelki gyakorlatokkal, lelki útokkal, mert megint ez az ellenség, ez a mi tudatunkban van, és egyik, hogy tudatosan kell cselekedni, próbálni kell, kontrollálni,
és figyelni, mi történik magam, én belőlem, és nem engedni a dühnek fellángolni, de rögtön nem fog menni, hanem ehhez kell lelki gyakorlat. Ugye a Bhagavad Gita-ban Krishna magyarázza, hogyha valaki bhakti jogát gyakorol, és gyána próbál ezt a tudást elsajátítani, lépésről lépésre szépen, figyelmesen hallat a lelki útján, akkor eredményként meg fog szabadulni ezektől az ellenségektől. Például ő azt mondja, hogy vita raga baya kroda mammaya mam upasrita. Azt mondja, vita raga baya kroda. Azt mondja, az emberek megszabadulták már, akik már mentek ezen az úton. Ez egy járott út. Ők megszabadultak vita rága, a kétől, bája, a félelemtől és a króda, a dühtől. Bahava, azt mondja, sokan, akik mentek azon az úton, már ezt megtették és megszabadultak. Hogyan? Gyána, tapasza, a tudás segítségével és a lemondás segítségével. Szóval, hogyha valaki gyakorol a bhakti jogát, akkor meg fog szabadulni ezektől szépen, fokozatosan. Minden ellenség le lesz győzve benne, mert az intelligencia nagyon erős lesz, ez az egyik, a másik a karma is tisztul, így le fog győzni. Oké, mi írjátok, mit gondoltok erről, amit válaszoltam, mit tanultatok ti erről, mit hallottatok, és most még egy kérdésre válaszolok. A Facebookon, a csetekben volt, hogy akkor állatokat nem lehet megenni, akkor miért nem lehet megenni, miért növényeket meg lehet enni, ők és élők. Igen, általában a sásztrák, ez a védikus írásokat úgy is neveznek, hogy sásztrá. Sásztrákban le van írva, hogy minden lélek, mindenhol élő világ van, az állat lélekkel rendelkezik, ő él, a növény is él, és rendelkezik élettel, de mégis állatot nem jó enni, de növényet meg lehet enni. Első dolog, hogy a sásztra azt mondja, hogy ez a világ mindig erőszak alapján működik, hogy az erősebbe megeszi a gyengébet. Ugye, hogy mondjuk a növényevő állat megeszi a növényeket, akkor ragadozó állat megeszi gyengébb állatot, és így tovább. Ember is valamilyen erőszakot fog elkövetni. De mivel az állat nagyon magas intelligencia lépcsőfokon áll, ezért nem szabad őt megölni. Az állat megy a saját folyamatot, hogy újra a lélek kerüljön az emberi testbe. És mikor ember megöli az állatot, akkor megszakítja neki a saját fejlődését, mert az állatnak megvan mondjuk szabva, hogy ennyi évig, vagy ennyi életen át kell lenni ebbe az állati testbe, kutya vagy macska, utána a következő állati testbe megyek, utána a következő, és utána majd ember. Akkor mi megölünk, és megszakítjunk folyamatot neki, mert neki újra kell születni, és folytatni, és még egyszer betölteni ezeket az éveket, akkor mi bűnt követünk el. Az egyik. A másik az, hogy Isten, ő a teremtéssel együtt meghatározta a törvényeket. Ő határozza meg, mi ebben a világban jó, mi ebben a világban rossz. Sokszor ember azt mondja, én szerintem ez jó, amit én csinálok. De ez nem hiteles. Krishna azt mondja, aham sarvasya prabhava, én teremtek, belőlem árad minden, az összes világ. Utána mondja, hogy én teremtek a világot, a törvényeket a világhoz, mert világ a törvények alapján működik, és ugyanakkor teremtek élőlényeket. Az azt jelenti, hogy ha Isten mond, te ezt csinálhatod, ez jó. Vagy mondja, ez nem jó, ez ne csináld, akkor ez egy törvény, és ez abszolút jó, a független az én megértésemtől, és az én vágyaimtól. Mert ő egyetlen egy, aki rendelkezik joggal létrehozni törvényeket. Mint például, hogyha én megyek autóval, kocsiba, forgalomba, és gondolom, hát szerintem jó, hogyha én nem jobb oldalon megyek, hanem bal oldalon. És akkor kezdek akár mindenkinek mondani, figyeljetek, új szabály van, igazából a lényeg az, hogy jó érezzünk magunkat, és mindenki találjon ki magának a saját szabályát, és akkor akarsz, valaki akar pirosra menni, mert neki itt jobban tetszik, és mondja, szerintem ez jó, mert nekem jó az indulatom, jó a szándékom, és akkor én pirosra megyek, a másik azt mondja, hát én 180-al megyek a faluba,
harmadik azt mondja, hogy én a bal oldalon fogok a autópályán most 150-nel menni, akkor ezek a személyek nem hitelesek, mert ők nincsenek jogosulva arra, hogy megváltoztassanak a szabályokat, törvényeket. Egy hatóság, ami jogosult erre, csak és kizárólag csak az a hatóság szabja meg, és bárki nem tudja megváltoztatni. Ugyanúgy ebben a világban Isten megszabta a törvényeket, és azt mondja, hogy ha megölni állatot az bűn, akkor tetszik nekem, vagy nem tetszik, akkor is ez az fog történni. Az bűn lesz, és ez nem szabad. És Isten azt mondja, én növényeket megeheted? Akkor ez nem bűn. De azt mondja Bhagavad Gita-ba, hogy bűn, még a növényeket is megölni csak úgy a saját érzékelégítés miatt bűn, ezért ő azt mondja, hogy az ő növényeket, Jágyás és Nasana szantam, mucsájte szárva kilbisáj. Hogy fel kell ajánlani azt, amit megfőzik az ember, és hogyha ember csak magának főz és így eszik, akkor ő bizonyára csak egy bűn eszik. De hogyha valaki ezt az étel felajánlja Istenség legfelsőbb személyiségének, akkor ez az étel megtisztul minden karmától, és akkor ember tiszta ételt eszik, sőt, tisztul ilyen ételt. Így gondoltam, megválaszolunk, ezért disznót nem kell megenni, nem kell senkit megenni, a másik, hogy tudatok is igaz, hogy mit írtatok, magasabb a tudatok, és ők löbben érzékenyek a fájdalomra. Valaki úgy írta, hogy nézd meg a vágóhídot, mikor disznót megölnek, vagy nézd meg, amikor aratnak egy növényt. A növény nem szenved annyira, hogy az állat félelemben nem visít, és nincsen annyira félelem, és nincsen olyan fájdalmuk, mint egy állatnak. Állat ugyanúgy akar élni, mint ember, szóval nagyon magas életforma, amelyikben van a lélek, ezért nem szabad megölni, mert akkor fájdalmuk lesznek nekünk is. Nem éjezgetek, de ez sajnos, vagy nem sajnos, ez így van, de hogyha mi nem öljünk senkit, és nem szponzorálunk, nem veszünk meg a boltba, az még jobb, mert akkor nem csináljuk maguknak karmát, és akkor nem lesz háború, katasztrófa, és így tovább. Köszönöm szépen. Légy szíves, iratkozzatok fel a YouTube csatornára, és nyomjatok meg a csengőt, hogy kapjatok értesítés az új videókról, amelyeket feltöltjünk a YouTube-ra. Tegyetek lájkokat, köszönöm szépen, szép napot kívánok mindenkinek, Hare Krishna!